Kedves nézőink, tűzoltóautót ajándékozott Ajka város önkormányzata a székelykeresztúri tűzoltóknak, amit vasárnap adtak át a polgármesteri hivatal előtt. Kérem, tekintsék meg erről szóló beszámolónkat. Kedves barátaim, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy átadhatjuk ezt a visszaállító gépkocsit Székelykeresztúr önkormányzatának. Rafai Emé polgármester úrnak szeretném átadni. Hát 3 éves munkánk van ebbe, az egyszerű tényben, hogy ajándékként átadjuk ezt a 8000 liter vizet szállító Lizinek becézett autót, és hát nagyon bízunk benne, Emil, hogy sokáig tudjátok használni. Ugye a tűzvédelemnél a biztonsága fontos, hogy ne kelljen sokat használni, de legyen ott, hogyha kell, akkor legyen mihez nyúlni, legyen mivel vizet szállítani. Úgyhogy átadom a kulcsait, a szerződéses papírját, és hát kívánom, hogy használjátok egészséggel, és minél több tűzesetet akadályozzatok meg. Nem ez az első tűzoltó felszerelés, amit Ajka városa a Székelykeresztúrnak adományozott. Mit szólnak ehhez az ajándékhoz? Hát igen, tehát tényleg kialakult a két város, mint két testvérváros ilyen tűzoltó egysége között egy olyan, nem azt mondanám, hogy stratégiai, hanem egy ilyen baráti kapcsolat, amelynek tényleg annyi hozadéka van a tűzoltóság részére is, hogy szinte már nem győzzük köszönni. Tulajdonképpen ez a több mint 20 éves ajkai testvérvárosi kapcsolatnak a hozadéka, és mit szólunk? Hát egy szóval örvendünk, és a második szavunkkal köszönjük. Itt azok az eszközök, amelyek gyakorlatilag már forgalom használaton kívül vannak, kívül kerültek pont a modernizálásoknak köszönhetően, nálunk még tényleg hasznos célokat tudnak betölteni, és az egész kis közösségünk javára és biztonságára szolgálhatnak, nem csak Székelykeresztúron, hanem a Székelykeresztúr kistérségében is, egy 20-25 ezeres kistérségről van szó, ahol a székelykeresztúri önkéntes tűzoltók látják el ezt a katasztrófavédelmi tűzoltási feladatokat. Milyen a székelykeresztúri tűzoltóság felszereltsége? A tűzoltóság felszereltsége ugye az utóbbi elmúlt éveknek fejlődött, sokat fejlődött. Most már jelen pillanatban van egy Mercedes típus autónk, amit ugye csak is Ajka testvérvárosunktól kaptuk 2010-ben, és van egy Rába T4-es visszaállító autó, és van egy Csepel műszaki mentőautó. Milyen gyakoriak a tűzesetek? Hát a tűzesetek annyira gyakoriak, hogy így mondjam, mi elég nagy körzetet védünk le. 23 négyzetkilométeren tevékenykedünk, ugye. Ebbe belé tartozik egy olyan 56 település. És a tűzesetek száma ugye évi átlagon 46-48 körül, 50-ig elmozog. Akkor gondolom használt tudják majd venni ennek a tűzoltó autónak. Igen, használt tudjuk venni, azért is jó ez az autó nekünk, mert ugye nálunk felé a faluhelyeken a tűzcsaphálózat nagyon silány, úgy mondjam, nincs kiépítve, és víz nem lehet vízhez jutni. Nyári időszakban, szárazság időben a tűzcsapok, illetve a patakok, kútak ki vannak száradva, és ugye egy ilyen tűzesetnél, nagyobb tűzesetnél, egy csűrtűnő például gazdasági épületnél nagyon hasznos egy ilyen tartályautóval vizet szállítani a helyszínre. Milyen története van ennek az autónak? Hát ez a visszaállító típusú gépjármű 1990-ben újonnan került az Ajkai Tűzoltóság állományába, akkor kezdtem meg a áldozatos munkáját, amivel a mentőtűzvédelmet segítette itt Ajkán. 2012-ben pályáztunk egy új gépjárműre, amit megkaptunk, és ugye innentől kezdve okafogyottá vált itt a visszaállító, ennek a idősebb típusú visszaállítónak a fenntartása, amelyet ugye most az önkormányzat átad a Székelykeresztúri testvérváros tűzoltóságának. Ha jól tudom, egy beceneve is van ennek az autónak. Igen, több tűzoltó kollégának a szívéhez nőtt, többek között én is még, amikor kezdtem pályafutásomat, több szolgálatot lenyomtam úgymond párban vele, hiszen ez a jármű egy kezelőhelyes volt abban az időben. Lizinek becézzük, egy Liaz típusú autóról van szó, és mi csak Lizinek becéztük.